Következő felszólaló Dúró Dóra képviselő asszony. Parancsoljon, képviselő asszony, jönni a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A legfontosabbal kezdem, a családpolitikai intézkedésekkel, hiszen úgy gondolom nem érdemes azt vitatni, hogy ismételten növekmény fog bekövetkezni a családpolitikai támogatásokban. Ugyanakkor azt hozzá szeretném tenni, hogy az a fajta termékenység növekedés, ami mondjuk várható volt, vagy elvárt volt a kormányzat részéről is akár az elmúlt 9 évben, az bizony nem következett be. Annak ellenére nem történt baby boom Magyarországon az elmúlt 9 évben, hogy a kormányzat valóban középpontba helyezte a családpolitikát, és úgy gondolom, hogy mind a költségvetési vonzata tekintetében, mind a szakmai intézkedések tekintetében a legfontosabb mégiscsak a hatékonyság, hiszen az önmagában nem fogja megmenteni a nemzetünket, ha többet költünk családpolitikára, az fogja megmenteni, az fogja újra gyarapodó országgá tenni Magyarországot, hogyha a remélt gyermeket, a kívánt gyermekek valóban meg is tudnak születni. Ugyanakkor minden szakmai intézkedés és minden költségvetési hozzárendelés ellenére a termékenység érdemi növekedése vagy nagyságrendi növekedése a Fidesz kormányzása idején nem következett be. És ez az a tény, amivel szembe kell nézni, ez az a tény, ami arra kell, hogy rávilágítson számunkra, hogy szükséges szemléletbeli változtatás is, amiért ez a kormány valami keveset tett, és szükségesek további olyan szakmai intézkedések, amelyek ténylegesen hozzásegítik a fiatalokat, a párokat ahhoz, hogy a gyermekek, akiket terveznek, akiket szeretnének, világra jöjjenek. Meg kell ugyanakkor jegyezni azt, hogy például a most bejelentett családvédelmi akciótervben is vannak olyan elemek, amelyeknek a költségvetési vonzata elhanyagolható. Nem csak az összköltségvetés tekintetében, hanem ha csak a családpolitikai kiadásokat nézzük. Ilyen például a 4 gyermekes anyák SZIA mentessége, amely egy valóban nagyon szép gesztus, és minden olyan intézkedés, amely az ember élete végéig szól, az nagyon nagy elismerés, és ez valóban fontos, hogy ezt megkapják azok az édesanyák, akik legalább 4 gyermeket vállalnak, de azért nagyon kevesen vannak Magyarországon olyan nők, akiknek a fizetése lehetővé teszi, hogy ezt az SZIA kedvezményt igénybe is tudják venni, hiszen olyan karriert sikerült felépíteniük 4 gyermek nevelése mellett, hogy nettó 1 millió forint körül van a fizetésük. Emellett a nagyszülői gyed költségvetési vonzata is szintén ilyen, amiért nem ellendrukker vagyok, vagy nem szeretném megkérdőjelezni a kormányzatnak a jó szándékát ezen intézkedések bevezetésével kapcsolatban sem, ugyanakkor látni kell azt, hogy ezektől azt a termékenységi növekedést, amit egyébként az önök által kitűzött, Orbán Viktor által kitűzött célnak az eléréséhez is szükségesek lennének, ezek az intézkedések továbbra sem fogják elhozni. Ráadásul beszélnünk kell egy olyan érzékeny témáról, amely a kormányzatnak a kereszténység iránti elkötelezettségét is megkérdőjelezi. Ez például az, hogy a terhesség megszakításnak az egyéni térítési díja még mindig külön soron szerepel a költségvetésben, és az abortusz szabályozásával kapcsolatban semmilyen változtatást nem eszközölt ez a kormányzat sem. Azt mondhatjuk tehát, hogy életpárti felfogást kizárólag a Mi Hazánk mozgalom képvisel a magyar politikai életben, gyakorlatilag a Fidesztől a Momentumig egy nagyon széles körű abortuszpárti koalíció alakult ki. Emellett az életvédő civil szervezetek támogatása is elmarad attól, mint amelyet más országokon, például akár Lengyelországban, amely rendkívül hasonló társadalmi felépítésű, mint Magyarország, tehát Lengyelországhoz képest ebben is rendkívül el vagyunk maradva, holott, ha közel kerülnek ezekhez a civil szervezetekhez, és megnézik azt az áldozatos munkát, amit ők évtizedek óta kicsiben és nagyban egyaránt végeznek, akkor úgy gondolom, hogy minden jó érzésű ember, minden az élet iránt elkötelezett ember támogatásáról kellene, hogy biztosítsa ezeket a nagyon sokszor reménytelenségben dolgozó életvédő civil szervezeteket, például az Alfa Szövetséget, amelyet ki kell emelnem elkötelezettsége okán is.
De van számos olyan nemzeti misszió, amelyet szintén nem támogat a kormányzat, illetve reméljük, hogy a módosító javaslataink végre célt fognak érni. De az idei évnek az egyik tapasztalata az, hogy amire például a Bethlen Gábor alap megszavaz támogatást, azt sem tartják be. A felvidéki magyar szigettel esett meg az a történet, hogy a Bethlen Gábor alap 500 ezer forintnyi támogatást biztosított volna ennek a fesztiválnak a megrendezésére. Ugyanakkor, amikor európai baloldali politikusok ezt észrevették és felhívták erre a figyelmet, akkor a kormányzat egy tolvonással visszavonta a támogatást azoknak a nyomására, akik egyébként már a saját nemzetüket romba döntötték, őket választotta a kormányzat azok helyett, a magyar hazafiak helyett, akik szabad idejükben szerveznek fesztivált határon túli területeken nemzetpolitikai célokkal. Ez a valóság, az a valóság, hogy ismételten megmutatták azt, hogy inkább feleltek meg az európai baloldal elvárásainak, semmint hogy magyar hazafiakat támogattak volna 500 ezer forinttal. 500 ezer forinttal. Szégyenteljes, úgy gondolom. De ki kell emelnem a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak a tevékenységét, akik hiánypótló módon már közel másfél évtizede védenek hazafiakat, bárhol éljenek a világban, határon túl vagy elvándorolt magyarokról van szó, hogyha őket nemzetiségi hovatartozásuk miatt támadás ér, és ők sem kapnak egyetlen fillér állami támogatást sem. A KDNP beszélt arról, hogy mennyire elkötelezett ez a kormány a nemzetpolitika iránt. Hát pont akkor, amikor Marosvásárhelyen az történik az egyetemmel, ami Úzvölgyében az történik a temetővel, ami, azért látható, hogy ebben a tekintetben sem sikerült a kormányzatnak hatékony politikát folytatniuk. Ráadásul ugye a román államban, a román parlamentben az egyik képviselő kezdeményezte ortodox főpapok támogatásával, hogy Úzvölgyében ortodox templom épüljön. Ezért is szeretnénk azt, hogy legalább biztosítsa a magyar kormány azt, hogy az ottani magyarok is élhessenek a szabad vallásgyakorlás jogával, és építsünk magyar állami pénzből Úzvölgyében egy katolikus kápolnát, azért, hogy ennek a román térhódításnak tovább ne engedjünk. Reméljük, hogy nem csak a saját maguk által fenntartott szervezeteknek fizetik ki azt a rengeteg pénzt, amit hozzárendelnek akár a nemzetpolitikai célokhoz, hanem az ellenzék által kezdeményezett értelmes célokat is tudják támogatni. Mindezek miatt a Mi Hazánk Mozgalom a költségvetés természetesen nem támogatja. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő asszony.